Májusban van a rododendronok csúcsvirágzása a jeli arborétumban, a kert azonban egyelőre zárva tart. A látogatók biztonsága érdekében csak a Szombathelyi Erdészeti ZRT közösségi oldalán láthatók a növény különlegességek. A mögöttem látható kurume havas szépe Japánból származik, és ha megnézzük a formáját, akkor egy ilyen félgömböt formáz. A japánok emiatt a felkelő nap rododendronjának hívják. Tavaly május 1-én 5400-an látogattak az arborétumba, és az utána következő hétvégéken is naponta több ezres tömeg volt kíváncsi a havas szépékre. A 103 hektáros botanikus kert azonban a koronavírus járvány terjedésének elkerülése érdekében ebben hónapban biztosan nem nyitja meg kapuit. Ez a terület ez elegendő lenne ahhoz, hogy egy nagyobb léptékű látogatócsoportot tudjon a másfél méteres távolság betartása mellett is fogadni. Viszont vannak olyan pontok, a parkoló, a szociális épületek, a büfé, a növényárusító létesítményünk, illetve a pénztár, vagy maga az arborétumnak a bejárata, ahol az elmúlt évek tapasztalataiból okulva jelentős több ezres tömeg is fel tud gyűlni, és fel is gyűlik minden évben. Május 9-én kinyit viszont Szombathelyen a Kámoni Arborétum. A 27 hektáros botanikus kertbe a kijárási korlátozás feloldása és a hétvégi jó idő miatt is rengeteg látogatót várnak. Mindenféle biztonsági előírást kiírtunk, megtettük, tehát például a pénztárnál is csak egy család tartózkodhat, másfél méteres távolságokat kell betartani, fertőtlenítőszert tettünk itt több helyre is. Csak vécre lehet bemenni a látogatóközpontba, mindenképpen szájmaszkkal, az arborétumban is ajánlott a szájmaszk, úgyhogy ott nem kötelező. A lombhullató rododendronok az azáleák teljes pompájukban láthatók, de már az örökzöld fajták is bontogatják szirmaikat. Virágzik a nagylevelű magnólia és a pünkösdi rózsa, a somok és a legkülönfélébb orgonák is. A Kámoni Arborétumban a másfél hónapos kényszerszünetben sem állt meg az élet, kifestették a látogatóközpontot és megújultak a padok, hidak a parkban.